a mi segítségünk és a mi ünneplő lelkünk megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük el, kedves testvérek, a mi Isten tiszteletünket. A 23. Zsoltárnak az eléneklésével ügyeljünk a ritmusra, ritmikusan énekeljük az Úr én nékem őriző pásztorom. Atyánk, Istenünk, áldjuk a Te szent nevedet most is, amikor így nagy családi közösségbe összeseregelhettünk előtted. Köszönjük néked, Urunk, azt a nagy kiváltságot, hogy a Te kegyelmedet ismerhetjük, azt a kegyelmet, amelyikbe befogadtál bennünket is. Hiszük, Urunk, hogy a Te kegyelmed által hihetünk benned, és hiszük azt, hogy Te nem hiába választottál el a magad számára veled való élő közösségre, hanem szolgálatra hívtál el bennünket. Urunk, a Te kegyelmedet nem szeretnénk hiába valóvá tenni a magunk életében, és ezért arra kérünk most, úgy tedd áldottá ezt a együttlétünket, ezt a mostani Isten tiszteletünket, hogy a Te kegyelmed indítson bennünket a bizonyságtételre erről a kegyelemről. Taníts meg bennünket, Urunk, arra, hogy hogyan, hogy miképpen adhatjuk tovább azt a hívást, amit mi magunk is tőled hallottunk, és azt a szeretetet, amit mi magunk is tőled kaptunk. Kérünk tégedet, Urunk, hogy tekintsd a mi nyomorúságunkat úgy, mint ahogyan itt az ígében láttuk, hogy Jézusnak a szíve megesett a pásztor nélkül való nyájon. Mi is szét lennénk szórodva, Urunk, hogyha nem tudnánk azt, hogy Te tartasz össze bennünket láthatatlan szálakkal, mégis egy nagy nyájba. Hadd érezzük meg ennek az összetartozandóságnak a boldog valóságát. Most is, Urunk, és így kérjük a Te áldásodat a mi Isten tiszteletünkre Jézus érdeméért. Amen. Testvérek, Istennek az igéje, amelynek alapján az ő szavát szeretném hirdetni, írva található a Márk evangéliuma 4. részének 26. és következő verseiben eképpen. Mondta Jézus, úgy van az Isten országa, mint amikor az ember beveti a magot a földbe, és alszik, és fölkel, éjjel és nappal, a mag pedig kihajt, és felnő, ő maga sem tudja miképpen. Mert magától terem a föld, először füvet, azután kalász, azután teljes búzát a kalászban. Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt rá, mert az aratás elérkezett. Eddig a szentíg.
Kedves testvéreim, talán emlékeztek még rá, hogy a múlt vasárnap a predestináció problémájával kapcsolatosan arról volt szó, hogy a kiválasztás, Istennek a kiválasztó kegyelme, amellyel kiválaszt bennünket a maga számára, nem csak üdvösségre való kiválasztást jelent, hanem szolgálatra való kiválasztást is jelent. Tehát konkrétebben bizonyságtételre. Vagy így hadd mondjam, hogy az Isten országának a tovább terjesztésére, Isten uralmának a tovább terjesztésére való kiválasztást is jelent. Tehát azért választott ki téged az Isten, meg engem a vele való meghitt életközösségre, hogy a mi szavunk és mi cselekedeteink bizonyságtétele révén másokat is elhívhasson magának ugyanerre a vele való élő közösségre. Azért hallhattad meg te az Istennek a hívó szavát, hogy a te réveden mások is meghallhassák Istennek ugyanezt a hívó szavát. Az a nagy kiváltság, hogy te már ismered Istennek a kegyelmét, ez kötelez téged. Mégpedig arra kötelez, hogy ismertesd meg azokkal is, akik ezt még nem ismerik. Talán emlékeztek rá, eddig jutottunk el a múltkor. Ebből azonban mostan új kérdések merülnek föl. Mégpedig az, hogy de hát hogyan terjesszem én tovább a környezetemben az Isten országát, az Isten uralmát? Nagyon sok hívő embernek állandó gyakorlati problémája az, hogy hogyan tudnám hitre vezetni az én hozzátartozóimat, azokat, akik még nincsenek hitben, miként tudnám átadni nékik azt, ami az én számomra a legdrágább, az Istenben való hitnek a szépségét, értékét, valóságát. Van-e erre valamiféle különleges jó módszer, amit úgy el lehetne tanulni? Mit kellene tenni, vagy mit tehetnénk egyáltalán a tekintetben, hogy elvezessem a fiamat, a lányomat, a kollégámat, az édesanyámat, vagy az édesapámat, vagy a testvéremet, elvezessem, vagy visszavezessem őket az Istenhez? Nos, testvérek, ilyen forma kérdések érkeztek hozzám az elmúlt hét folyamán a múlt vasárnapi predikációval kapcsolatosan. Jézus ebben a most fölolvasott példázatban, mintha egyenesen ezekre a kérdésekre adna feleletet. Mert itten arról van szó, hogy az Isten országába való bejutás, tehát egy embernek az Isten uralma alá való bevonása, magvetés által történik. Isten országa magvetés által terjed tovább. Mit tégy másoknak az érdekében, akiket szintén meg akarsz nyerni az Istennek? És hogyan tegyed azt, amit tenni akarsz? Most testvér, egész egyszerűen és röviden, azt tegyed, amit a magvető. És úgy tegyed, ahogyan a magvető tette. Ez az ember egyszerűen csak elveti a magot. És miután ezt elvégezte, azt olvassuk, hogy tovább megy. Úgy el tudom képzelni, hogy talán ellátja az állatokat, kitakarítja az istállót, felsöpri az udvart, megjavítja a megjavítani való szerszámokat és dolgokat, talán bemegy a városba, ott elintézi az elintézni való dolgait, estére kelve hazamegy, lefekszik, nyugodtan alszik, és másnap megint korán reggel fölkel, és végzi a mindennapi munkáját. És miközben mindezekben a dolgokban foglalatoskodik, azon közben történik valami, olyan valami, amiben neki már nincs része, amit ő sem siettetni, sem megakadályozni, késleltetni nem tud. Ami már nem reá tartozik, az íge szerint, amit nem is tudja, hogy hogyan történik. Önnelik az történik, hogy közben a mag, az elvetett mag a földben csírázni kezd. Azután kibújik, áttöri a földnek a kérgét, növekedik, és megjelenik a kalász, és a kalászban megérnek a búzaszemek az aratásra. Tehát miután megtörtént a magvetés, a föld már magától termi meg a termést.
Nem kell ahhoz semmiféle különleges taktika. Nem kell hozzá semmi különleges ügyeskedés, módszer vagy erőlködés. Mert a földbe elvetett gabona mag magától terem. Ezt mondja Jézus. Ugye tudjátok azt, testvérek, hogy Jézus nagyon gyakran hasonlítja Istennek az ígéjét a maghoz, a búzamaghoz, a búzaszemhez. Nem tudom, elgondolkodtatok-e már rajta, hogy milyen csoda egy ilyen kicsinke búzaszem. Az egy élő valami. Életerő van benne összesűrítve. És azt mondja Jézus, hogy Istennek az ígéje ilyen élő valami, mint egy mag. Életerő van benne, és a saját életerejénél fogva kezd el először csírázni, azután nőni, és azután gyümölcsöt teremni. De még az Isten igényéről van szó. Az Isten szaváról van szó. Tehát benne az Isten szavában a mindenható Istennek a jelenléte, az életereje hat. Úgy, hogyha ez az íge bekerül egy embernek a szívébe, akkor ott elkezd először csírázni. Tehát hitet teremt abban a szívben. Aztán elkezd növekedni. Tehát, mint egy kiteljesíti egyre jobban az Istennek az uralmát abban az életben. És azután elkezd gyümölcsöt teremt. Teljessé válik Isten megváltó kegyelme abban a szívben. Igen, Isten ígéje magától, a benne lévő isteni életerő által. Ne féljetek, Isten nem felejti el azt, hogy hová került az ő ígéje, és hol szunnyad most, melyik szívben, mint az elvetett mag a földben. Számon tartja az ő mennyei magvetését. Minden egyes íge magocskát az ember szíveknek a talajában. És az a mag nem hiába van ottan, ahol van. Mert az a mag majd egyszer elvégzi azt a munkát, amit egyedül csak az Isten tud elvégezni egy embernek az életében. Mert azt tudjuk, ugye testvérek, hogy egy embernek a hitre jutása, egy embernek az Istenhez való odatérése, és Isten előtt való megalázkodása, ez nem a mi ügyeskedésünk, és nem a mi buzgolkodásunknak az eredménye. Új életet egyedül az Isten tud teremteni bármelyik embernek a szívében. És mint ahogyan Isten kegyelme az, hogy te hihetsz ő benne, ugyanúgy az Isten kegyelme az is, hogy a fiad, vagy a lányod, vagy az élettársod, vagy a nagymamád, vagy bármelyik embertársad hihessen ő benne, és éppen ezt végzi el benne az a mag, vagyis maga az élő Isten. Az ő ígényének az ereje által. A mi feladatunk tehát mindebben csak az, hogy elvettessék az a mag abba a földbe. Tehát, hogy Istennek ez a csodálatos életerejű ígéje belekerüljön abba az emberi szívbe. És ez történik a mi bizonyságtételünk révén. Tehát a szavaink és az életünk bizonyságtétele révén. Isten országa úgy terjed tovább, hogy belehirdetjük a hitetlen emberi élet reménytelenségébe, kilátástalanságba az ígét. És aztán rábízzuk az ígét. Hagyjuk. Hadd csirázzék. Hadd növekedjék. Majd egyszer megtörténik a csoda. És hogyha az a mag esetleg hosszú időn keresztül elrejtve lappang is ott abban a szívben, és hogyha akármilyen fagyos kéreg fedi is, és ha néha már úgy látszik, hogy elhalt ottan az a mag,
akkor se csüggedjen, mert a magvetés nem volt, hiába van. Mint ahogyan a magvetés soha se hiába való. Még akkor se, hogyha nagy része töves talajra esik. Egy másik nagy része tövisek közé, vagy letaposott út szélre. Mert soha nem tudhatod, melyik szavad és melyik mozdulatod kerül bele a jó talajba, az embertársadnak a szívét. Jézus ebben a példázatban éppen attól a csüggedéstől és attól a türelmetlenségtől akar óvni bennünket, ami abból ered, hogy az ember látja a bizonyságtévő szolgálatának az eredménytelenségét. Vagy mondjuk úgy, hogy nem látja az eredményét. Nem úgy van, hogy sokszor, ó, de nagyon sokszor úgy érezzük, hogy falra hány borsó minden szavunk. Nem fog az életünk példája azon a másik emberen. Nem akar kikelni a sok fáradtsággal elvetett mag sehogyan sem abban a szívben. Ne értsétek félre, nem könnyelműség, amikor azt mondom, hogy ne törődj vele, ne törődj vele. Te csak végezd az egyéb munkádat, miután elvetetted a magot, mint ez a földmíves, aki miután elvetette a magot, aludni tért, és minden reménytelenség és minden látszat ellenére is higgy abban, amit Jézus a magról mondott, hogy a föld magától termi meg a vetést, az aratásra. Testvérek, én tavasszal itten a kertben dália gumókat ültettem el, és vártam, hogy mikor kezdenek el csírázni. Pár hét múlva egyik is másik is kibújt, és szinte szemlátomás napról napra növekedett szépen egyre magasabbra. Volt azonban két vagy három olyan gumó, amelyik sehogy se akart kibújni, egyáltalán semmi látszatát nem mutatta az életnek. Elkezdtem kapirgálni fölötte a földet, kikapartam annyira, hogy hozzáérjek a dália gumóhoz, hogy meglássam, éle még. Él. De éppen a kapirgálás által letördeltem róla azokat az apró, vékony, picike kis rügyeket, amelyek már megindultak rajta. A többi, a másik két még nem csirázó gumót azután hagytam, és vártam. És néhány hét múlva azok is áttörték a föld kérgét, elkezdtek növekedni, és ma már nézzétek meg, gyönyörűen vinítanak itt a kertben azok is. Nos, testvérek, ezt érjük el a türelmetlenségünkkel. Ne kapirgáld annak a szívnek a kérgét, ne légy kíváncsi rá, hogy mi lett az eredménye a magvetésednek, hogy csírázik-e már, vagy befulladt, mert elrontod az egészet. A magvetés a te dolgod, az eredmény már nem. Ismertem egy asszonyt, komoly, hívő, életű, imádkozó lelkű, igazán krisztusi szelídségű asszony volt. 50 esztendőn át próbálta vetegetni Isten ígéjének a magját hitetlen, cinikus férje szívébe. Látszólag teljesen eredménytelenül. A rideg, hitetlen férfi szív olyan kemény maradt, mint a megfagyott talaj téle. De az asszony nem csüggett. Élete és szavai bizonyságtételével állandóan végezte a magvetésnek a szolgálatát. Egyszer a férfi beteg lett. Tudták, hogy ez már az utolsó betegség, ebből nem lesz gyógyulás. Az asszony sűrű imádkozások közepette, vetegette szorgalmasan tovább a magot. A férfi annyira rosszul lett, hogy már az öntudatát is elveszítette. Az asszony még mindig imádkozott. A férfi agonizálni kezdett. Az asszony
könyörgött, hogy szólítsa meg maga az Úr az öntudat küszöbe alá merült lelket. Mert az Úrnak erre van hatalma. Hogy amikor mi már nem tudunk beszélni valakivel, mert már nincs öntudatnál az a lélek, az Úr tud vele beszélni. És akkor egyszerre az történt, hogy amit az asszony ott ül a férje beteg ágya mellett és imádkozik, azt látja, hogy a férje egyszerre csak elkezd sírni. De olyan keservesen sírni, mint egy kisgyerek. Hosszan-hosszan sír. És az asszony biztos volt benne, hogy most fogan meg a magvetés. Azután egyszerre a férfi abba hagyta a sírást, kinyitotta a szemét, ránézett a feleségére, teljes öntudattal elmosolyodott, boldogan, diadalmasan elmosolyodott, és meghalt. És az asszony tudta, hogy ki kell a vetés, hogy nem volt hiába való a hűséges magvetés egy életen át. Mint ahogyan testvérek, soha nem hiába való a hűséges magvetés. Hát én például mi értelmét látnám annak, mondjátok testvérek meg őszintén, hogy hétről hétre hirdetem itten az ígét, hogyha nem hinnék abban, hogy Isten ígéjének a magját próbálom belehinteni emberi szívekbe. Ha a saját munkám eredményére lennék tekintettel, régen elcsüggettem volna, régen abba is hagytam volna. Ha nem hinnék abban, amire Jézus éppen ebben a példázatban buzdít, akkor hiába valónak tartanám az ige hirdetésben lévő minden fáradozást. De így tudom, hogy nem hiába való. Mert soha nem tudjuk azt, hogy melyik szavunk, melyik mozdulatunk, melyik cselekedetünk hullik bele drága magként annak a másik embernek a szívébe. És ha már ott van, akkor hogy is mondja az ige? Magától terem a föld, magától terem. Először füvet, azután kalász, azután teljes búzát a kalászban. Tehát hogyan vonhatod be a másik embert, akit szeretnél az Isten uralma alá, az Isten országába? Nem mindenféle nagyszerű trükkel és kitűrően bevált módszerekkel és ügyeskedéssel, vagy valami más egyéb buzgolkodással, hanem egyszerűen a szavad és az életed bizonyságtételével veted a magot, és a többit rábízod a magra, meg a földre. Testvérek, egyszer, még régen, a faüldözésnek a szomorú idejében jött egy fiatal diák a lelki pásztorához. Keservesen elsírta, hogy milyen sok bántódásban van neki része diáktársai részéről a származása miatt. Nagyon fájó és nagyon szomorú élményeket öntött ki a lelkéből egy csendes lelki beszélgetés keretében. Annyira megható volt ennek a fiatal embernek a szomorúsága, és mindaz, ami vele történt, az az igazságtalanság, hogy a lelkipásztor egyszerűen nem tudott szólni egyetlen egy szót sem. Az ő szeme is megtelt könnyekkel, majd odalépett a fiatalemberhez, megölelte, megcsókolta. Sokáig tartották így egymást, zokogva, átölelve, és a két férfi könny összefolyt a két arcon. Annak a fiatalembernek akkor a szívébe került egy szavak nélkül megélt íge, az, hogy sírjatok a sírókkal. És évek múlva ikelt, felnövekedett, és most egy áldott lelkipásztori életen át termi a gyümölcsöket mások számára egy kicsiny magyar faluban.
Ímé testvérek, egy sírásban megélt íge ereje egy másik síró ember életében. Tehát soha nem tudhatod, hogy melyik szavad és melyik cselekedetet veti el azt a magot, ami majd megérik az aratásra. De csak végezd a magvetésnek a munkáját szorgalmasan, és utána aludj nyugodtan. Közben az a mag és az a föld majd elvégzi a maga munkáját. Mindig csodáltam Jézusnak a nyugalmát, pedig ő előtte azután igazán óriási megvalósítandó feladatok meredtek szinte az égig, hiszen ő aztán tényleg azért jött, hogy az Isten országát tovább terjessze, hogy elterjessze az Isten uralmát az egész földön. Ő erre a világra úgy tekintett, mint olyan területre, amelyiket meg kell nyernie, meg kell hódítania az Isten számára. A bűnt úgy tekintette, mint olyan ellenséges hatalmat, amelyiktől az emberi életet kell megszabadítania. Az örökké valóságot úgy tekintette, mint olyan valamit, amit a mulandósággal szemben neki diadalra kell juttatnia. Micsoda feladatok, micsoda célok. És mégse sietett sohasem. Ezek a magasztos feladatok sohasem űzték, hajtották őt pihenés nélküli lázas tevékenységre. Vagy valamiféle ügyeskedésre, vagy taktikázásra, vagy evangelizációs kampányok szervezésére. Sohasem futott egyik országból a másikba, pedig az egész világot kellett megnyerni. Sohasem kiabált. Hangszórókon át nem hallatta a szavát, hogy hallja meg egyszerre mindenki az egész földkerekségében, hanem úgy végezte a munkáját, mint ez a földművelő ember, aki beveti a magot a földbe, és aztán lefekszik és elalszik, és újra fölkel. Azt szerint, hogy ráborul az este, vagy rávirad a nappal, a hajnal. És közben ráér megállni egy rongyos vakköldus mellett, és ráér ölébe venni apró picike gyerekeket, és azoknak a fejecskéket simogatni. És ráér betérni egy megvetett vámszedőnek a házába, méghozzá vendégségbe. Névtelen senkiknek az ügyeivel ráér foglalkozni. Pedig tudja, hogy nagyon hamar eljön az az idő, amikor be kell fejezni a munkáját, és magára kell hagynia a szántóföldet. Ó, milyen nyugodtan tudott meghalni! És az atyához nem. És nem félt attól, hogy tönkre megy a vetés. És hogy hiába valóvá lesz mindaz, amiért fáradozott. Mert tudta, hogy az elvetett mag közben sírázik, érik, és eljön az idő, amikor aratni kell. Ne türelmetlenkedjenek hát a tanítványai sem. Végezzék azzal a hittel és azzal a bizonyossággal a magvetésnek az áldott szolgálatát, hogy nem munkálkodnak hiába, hogy nem hiába való az, amit végeznek. Higgyék azt, hogy Jézusnak az ígéje élő mag, és bízzanak annak az erejében és isteni hatásában. De testvérek, az a mag, amit a szavaink és az életünk bizonyságtétele révén akarunk belevetni más embernek az életébe, valóban mag legyen, és ne konkol. Tehát hiteles íge, életképes, élő bizonyságtétel, megélt íge, megimádkozott életből fakadó szó és tett, tehát emberi közvetítéssel is igazán Isten ígéje. Jézusnak a szava azért volt mindig olyan hatalmas erejű, mert ő előbb mindig az atyával tárgyalta, beszélte meg azt, amit az embereknek mondani akar. Ő mindig az atyával való imádságos csendességből jött oda az emberekhez. Nos testvér, a meghitt imádság csendjéből származó szó és tett mindig viszi az Isten ígéjét.
az mindig magvetés, és mindig áldott magvetés. A meghitt imádság csendjéből származó szó és tett. Neked tehát csak arra legyen gondod, hogy hitelesen megélt hitből fakadjon az a szó és az a tett, amit mások életében magként elvetsz, és akkor majd egyszer egy utolsó pillantást vetve az egész szántóföldre nyugodtan lefekhetsz, és elalhatsz, akár örökre. Bízva abban, hogy az aratás idejére beérik a vetés. Amen. Ebből a templomból, ahogyan énekeltük, hogy a mi hívásunk zengjen messze szerte szét, te hozzád gyűjteni embereknek a sokaságát, seregét. Igen, Urunk, tudjuk, hogy ezért voltunk ma itt, ebben a templomban. Erre készítettél, erre erősítettél, erre adtad a te szent lelkedet nékünk. Most azt kérjük, hogy ne legyen hiába való a te velünk való fáradozásod. Hisszük, Urunk, hogy most is magvetés történt, és hogy ez az íge is olyan mag legyen, amelyik a szívünkben magától terem, megtermi a bizonyság tételnek az erejét, a bátorságát, a tartalmát, a lehetőségét. Könyörgünk hozzád, Urunk, így hadd, menjünk szerte szét családjainkba és munkahelyeinkre, és utcára, és pihenésbe, és szórakozásba, és munkába, és mindenüvé. Néked gyűjteni, átadni tovább azt a drága hívást, amit tőled kaptunk. Hirdetni bele emberek szívének reménytelenségébe, csüggedésébe a te ígédet, szórni, vetni a magot. Köszönjük, hogy ezt bíztad reánk, és az igazi nagy részét a munkának már te végzed, úgy, ahogy mi nem is tudjuk, hogy hogyan. Hogy az már nem a mi dolgunk. De ami a mi dolgunk, Urunk, abban adj buzgóságot nékünk, és ahhoz adjad a te szent lelkednek az erejét. Könyörgünk így az egész földkerekségén élő gyermekeidért, add, Urunk, hogy ilyen új lendülettel fordulhasson az egész egyház, a te néped, a nem egyház felé, a világ felé. Hadd tudjuk nagyon szeretni ezt a világot, és benne azt az embert, akiért Jézus éppen úgy meghalt, mint mi érettünk. Így könyörgünk minden emberért, minden népért, minden országért, és minden földrészért. És így könyörgünk, Urunk, azoknak a vezetőiért, felelős elöljáróiért,
ó, könyörülj meg ezen az emberiségen, őrizd meg az életet, adj békességet, Urunk, adj békességet ezen a földön. Könyörgünk a bánatba, fájdalomba, gyászba merült testvéreinkért, különösen azért a családért, ahonnét az elmúlt hét folyamán kísérték utolsó útjára 58 esztendős korában a férjet, a családtőt. Add, Urunk, hogy azzal a diadalmas reménységgel tudjanak az ő kedvesei utána nézni bűnő alapjának, amire följogosít bennünket és őket is a megfeszített és feltámadott Jézusban való hitünk. Beteg testvéreinket is oda tárjuk eléd, meg az öregeket. Légy velük, Urunk, vigasztalásoddal, kegyelmeddel, gyógyító, testet, lelket megerősítő irgalmaddal. Hallgass meg imádságunkat, kérünk Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rajtad, és adjon te néked békességet, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.